Megkérdeztünk ezer embert egy reprezentatív kutatásban, hogy mi fontos nekik, ha kórházba kerül a gyerekük. Hogy folyamatosan ott lehessen a szülő a beteg gyermeke mellett a kórházban. Ez az emberek 85%-a szerint nagyon fontos. Hogy addig maradhasson az újszülött az édesanyjával, amíg az anyja azt szeretné. Ez az emberek 81%-a szerint fontos. A tisztaság és a tájékoztatás a legfontosabb. Az emberek 96%-a szerint fontos, vagy nagyon fontos, hogy fokozottan ügyeljenek a higiéniára a kórházban. 95%-uk szerint elengedhetetlen az érthető tájékoztatás. Fontosnak tartják a korszerű eszközök és a kíméletes eljárások alkalmazását és a gyermekre szabott gyerekbarát környezetet. Miközben ezt a videót nézed, közel 2000 gyermek van kórházban. Egyre több helyen velük éjszakázhatnak a szüleik is. Mi a TASZ-nál most arra vállalkoztunk, hogy besegítünk ennek a 2000 családnak, hogy egy kicsit könnyebb legyen a kórházi tartózkodásuk. December 5-e és 31-e között csomagokat juttatunk el a kórházban gyógyuló családoknak. Az adományvonalunkon tegyél te is egy kézfertőtlenítőt a csomagba egy hívással vagy egy SMS-sel.